Kedves nézőink, sportolóink arcképcsarnokának mai vendége Janovics János alezredes úr. Hát én már előléptettem tábornoká, Janikám ugye nem haraszol érte, hogy ezt a kinyújtást kaptad tőlem. Helyesbitek, mert ezredes. Hogy ezredes? Igen, bocsánat. Igen. Akkor is, amit én kínáltam neked, az egy kicsit magasabb rangú. Nem a sport eredményeid miatt hívtalak meg vendégként, hiszen ebben a műsorban nem csak sportolók szerepelnek, hanem sportvezetők is, olyanok, akik letették a névjegyüket a nyírbátori sportban. És hát te, megítélésem és mások szerint is, ilyen személy vagy. Te úgy lettél, úgy vagy nyírbátori, hogy közben hodászi vagy. Ez így igaz. De úgy szoktam mondani, hogy én tőzsgyökeres nyírbátori vagyok. Mert én itt születtem nyírbátorban, a valamikori szülő otthonban. Néhány napos koromban kiköltöztél hodászra. Három napos korom óta hodászi voltam, így igaz. Hát ez volt az akkori szülőotthon rendszernek a nagy bűne, megfosztotta a településektől sok szülöttét. Ez így igaz. És 54-es vagy, tegyük hozzá ezt is. Fiatal, nyugdíjas és ízivérig sportember. Hát remélem, hogy még nagyon sokáig ízivérig igaz leszek. Jani, a hodlánszi iskola híres volt mindig arról, hogy az élénk volt a sportélet. Hogy emlékszel a kezdeti időkre, az általános iskolai éveidre? Nekem nagyon jó gyerekkorom volt, nagyon szép gyerekkorom volt, így is mondhatnám. Azzal együtt, hogy mint kisgyereknek természetesen nekem is ugye részt kellett venni a falusi életformában, a családnak a munkájában, de viszont az iskola az egy olyan környezetet tudott biztosítani, ahol kiélhettük magunkat a sport vonatkozásban is. Hát én nem tudom, nyilván vannak még Nyírbátorban is nagyon sokan, akik emlékeznek azokra a régi iskolákra, amik akkor voltak. Hát Hodászon is ugye volt görögkatolikus általános iskola, volt református, felekezeti iskola, és volt állami is. És ugye én az állami iskolába jártam, és ott rendkívül mozgalmas élet folyt sport vonatkozásban is. Most egy pillanatra hadd szakítsalak félbe, és ezért elnézést is kérem. Azt mondod, hogy nagyon szép gyerekkorod volt. Ma, aki hallgatja ezt a műsor, ezt a beszélgetést, azt mondhatja, főleg a fiatalabb korosztályok közül bárki, mondhatja, hogy hát az idő megszépítő messzesége, mondhatja ezt a mi korosztályunkkal, vagy a te korosztályoddal is. Mi volt az, ami téged abban az életformában legjobban megfogott? Engem az a iskola utáni élet. Tehát a gyerekek akkor azzal együtt, hogy ugye az iskolában nem tudom, véget ért a tanítás fél egykor vagy fél kettőkor, attól függően, hogy most 5 vagy 6 órája volt ugye annak az osztálynak, utána volt még élet. És akkor voltak különböző szakkörök, voltak sportfoglalkozások. De hogyha véletlenül nem volt, akkor viszont volt utcabajnokság. De én most nem a sportra gondoltam, és nem is az iskolai foglalkozásokra, igen, magára a falusi életformára. Hát a falusi életforma az abban merült ki, hogy azzal együtt, hogy nem iskolában is jártunk, azzal együtt részt vettünk a család mindennapi életében tevékenyen, olyan módon, hogy nem csak az volt a lényege, hogy mikor a szülők hazajöttek a munkából, akkor megkérdezték, hogy akkor mi volt az iskolában, vagy elkérték az ellenőrző füzetet, mert akkor még ugye ilyen volt, és nem enapló, hanem akkor feladatot kaptunk minden napra, hogyha hazajössz az iskolából, kisfiam, akkor most összevágod a gajat, amit ugye télen össze kellett meccés után kaparni, vagy megfőzöd a krumpit a disznónak, ha éppen oda nem égetted, mert ugye elfocisztátok az időt, és ugye hát leégett a krumpli. És égettünk is a krumpliból. Így igaz, tehát én ilyen értelemben ér. Sőt, ugye kicsit tovább menve, mikor már nagyobbacskák voltunk, akkor mondjuk a nyári szünetben az anyánk helyett, édesanyánk helyett jártunk dolgozni a TSZ-be. Én például konkrétan ugye az én szüleim paraszt emberek voltak, és ugye a TSZ-ben ilyen dohányos brigádban dolgoztak, és nyári szünetben én oda jártam az édesanyám helyett a bátyámmal együtt. Ketten úgymond egy, hát
napszámot kitéve, tehát dolgoztunk ő helyett, ő pedig otthon végezte a ház körüli munkákat. Nem tudják a mai fiatalok, a mai gyerekek, hogy az milyen élet volt, nagyon nehéz munkák voltak. A paraszti munka a legnehezebbek közül való volt az év minden szakaszában. Mégis szép volt, egyetértek veled, nagyon szép volt az én gyermekkorom is. Ha unokáim megkérdezik tőlem, mert gyakran megkérdezik, hogy milyen volt az én fiatalkorom, én büszkén mondom, hogy az emberek tudtak egymással beszélni. Szülő a gyerekkel, meg is hallgatták a véleményét. De a gyerek is tudta, hogy mi a tisztesség. Ezért jogos a véleményed, hogy szép gyerekkorod volt. Én elhiszem, mert magam is azt vallom. Hát ez nyilvánvaló, hogy ennek abban a környezetben, amiben akkor éltünk. Ugye nem kell ezt magyarázni, hogy most mennyit változott a világ, nem tudom, 40-50 év alatt. Tehát aki megélte mind a két részét ennek a dolognak, az nyilvánvalóan ezt tudja értékelni. Most nyilván az a, nem tudom, 8-12 éves gyermek, aki ugye ezelőtt 8-12 évvel született, az nem tudja ezt úgymond felfogni, mert ráadásul ma már, ha azt nézem a televíziókba vagy a mozikba, tehát nem nagyon látunk abból a korból való képeket, meg filmeket. Nagyon ritkán lehet egy-egy régi nem film. Nem az életmód hiányzik a mai nem gyerekek életéből. Így van. Az a beszéd, az a kultúra, amivel akkor a magyar paraszt rendelkezett. Emberi mentalitás hiányzik. Mentalitás, igen. Na most akkor térjünk vissza a sportra, mert mégiscsak egy sportműsorban beszélgetünk. Arról már említést tettél, hogy az iskolában nagyon jó volt a sportélet, ugye testnevelőre is emlékszel nyilván, mert Feri bácsi kedves testnevelőd volt. Igen. És nagyon jó sportélet volt az iskolátokban. Nagyon jó sportoló kerültek ki abból az iskolából. Igen. Hát ha már említetted, ugye Garami Ferencről van szó, igen. Konkrétan. Ő volt a testnevelő tanárom nekem az általános iskolába, de azzal együtt ugye voltak nyilván mások is, mert mondhatok egy Pap László nevezetű testnevelő tanárt, aki végül is úgy tudom, hogy hát vállaljon kötött ki, ott fejezte be tanári pályafutását. De a lényeg, amit ugye akartam mondani, hogy ebben az iskolában, meg gondolom máshol is azért a falusi iskolákban nagyon pezsgő sportélet folyik. Ha visszaemlékszek rá, akkor... Minden iskolában, de ahol ilyen testnevelők voltak, ott igen. Tehát a lényeg az, hogy ugye ott sok szerteágazó sportélet folyt. Tehát volt atlétika, volt kézilabda, volt labdarúgás. Nyilván úszás nem volt, mert nem volt hol úszni. De focista, de volt ugye futballpálya volt, ha máshol nem, ugye akkor az iskola udvaron, amikor alig vártuk, hogy szünet legyen, akkor már le volt osztva, hogy akkor te a Fradi csapatba, vagy te a Honvéd csapatba, vagy te a Fradi, vagy a Dózsába, te a Vasasba, és akkor minden szünetben ott mi már rúgtuk a labdát, a Fradi, Honvéd, mert Dózsa. Mert a nagy magyar bajnokság. Bajnokság volt, így igaz. De mondhatom azt is, hogy ugye volt az atlétikában kislabdadobás, volt távolugrás, volt magasugrás, tehát összetett. Mert amit hiányolok, hogy ma például, ha körülnézel egy iskola udvaron, látsz valahol távolugró helyet? Van róla véleményem természetesen, de most... Hírbátorban egy helyen tudok. Erről tudom. Most nem kívánok beszélni. De ez csak azért említettem, hogy ezzel érdekeltessem, hogy mennyire sokrétű volt a testnevelés abban az időben. Most nyilván most is sokrétű, sőt, ugye hát bejött sok minden más, mert ugye úszás, meg lovaglás, meg egyebek ugye bejöttek, de nekem, mint akkori gyereknek, így most visszafelé nézve a dolog, az volt az, ami meghatározó. Igen. Hodánszról Máté Szalka következett, az iskolai életedben a következő lépcsőfok. Ez így igaz. És hát nyilván nem véletlen, hogy paraszt szülő gyermeke a mezőgazdasági pályát választotta. Így igaz, a mezőgazdasági szakközépiskolába jelentkeztem és vettek fel 1969-ben.
a régi technikumba, aki ugye vannak Írbátorban olyanok, akik ott végeztek előttem, meg utánam is, és ott érettségiztem 1973-ban. És ott megint szerencséd volt a testnevelővel, mert az a Lövei Pista volt a testnevelőd, aki Nyírbátorban mindenki által ismert, vagy sok ember által ismert, és ugye ő is egy kitűnő sportember volt. Igen, Lövei tanár úr, nagyon, hogy én úgy mondanám, hogy híres kézilabda edző volt már abban az időben. Amellett, hogy aktív futballista is volt. Azt a részét nem ismerem, hogy most ő futballista lett volna. Nekem ő, egy testnevelő tanárom volt, az mellett ugye, mint a Diák Sportegyesületnek a kézilabda ugye, hát edzője volt, és hát ilyen megyei szintű bajnokságban, tehát diák bajnokság, középiskolai bajnokságokban vezényelt te a csapatunkat annak idején. Igen, és a Máté Szalkai női csapatot pedig felvétel az NB1-B. Így igaz, hogy azokból a lányokból, azokból a kislányokból, akik ott 16-17 évesen ugye bekerültek ebbe a csapatba, azokból csinált ő előbb NB2-es, majd pedig NB1-B-s csapat. Így igaz. Tulajdonképpen a női kézlabdát ő honosította meg Máté Szalkán. Igen, igen. Később a azóta Pista... se előtte, se azóta olyan szintű kézilabda csapat Máté Szalkán nem volt. Igen. Mezőgazdasági technikumban érettségiztél, és itt jön a újabb nagy csavar az életedben, mert olyan pályát választottál, ami az előzmények után kicsit furcsának tűnik. Katonai pályára léptél. Hát ennek hogy mondjam, tehát én is sokat eltűnődtem ezen így utólag, hogy miért is alakult ez így, de ahogy összeraktam magamban a dolgokat, alapvetően két dolog motivált engem ebben. Az egyik dolog az volt, hogy volt nekem egy, illetve volt a családnak egy fényképe, amit én ma is őrzök, az anyámnak a bátyja. Katona volt. A második világháborúban. Bocsáss meg, minden családnak van egy ilyen képe valamelyik családtagról. Igen. És tehát egyrészt ez a fénykép, ugye mindig előttem van, most is ott őrzöm a lakásomban, az úgynevezett dühöngőmben, ahol ugye barátokkal, cimborákkal időnként össze szoktunk jönni, és most is ott lóg a falon ez a kép, Bige István szakaszvezető. A másik talán egy kicsit erősebb motiváció volt, hogy amikor 1973, illetve 72 végén, 73 elején egy Kozma István nevezetű Kántor Jánosi fiatalember, Emma Tanyasi pontosabban fiatalember, aki már akkor a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán volt végzős hallgató, Szentendrén, járt az iskolánkban ilyen, hát toborzó, vagy nem pályára irányító, vagy nevezhetjük akármilyen látogatáson, és ő ott tartott nekünk egy osztályfőnökű óra keretében. És ez megtetszett. És ez meg maga az embernek a megjelenése is, ahogy fel volt öltözve, ahogy a nyakkendője állt, ahogy a zubbony állt rajta, tehát egy igazi snájdi katona ember volt, és ez még egy lökést adott nekem. Bár ő nem határőr szakon volt, hanem harckocsizó szakon, de ezzel együtt engem ez a dolog megfogott, és a két dolgot így összerakva határoztam el, hogy én fogok ide jelentkezni. Egyébként érdekes, amit mondtál, mert a nagyon sok gyerek számára vonzó az egyenruha. Nem csak a katonai egyenruha, igen, bármilyen igen, egyenruha vonzó. Úgy látszik, a gyerekek vonzó, ugye, fegyver, szép egyenruha, Schneidig megjelenés, hogy szavazat használjam. Úgyhogy ez tényleg egy csábító. Magam se tudom ezt pontosan megfogalmazni, hogy ennek a jelenségnek mi az oka, hogy tényleg nem tudom, hogy ma mennyire van ez így, a mai gyerekek hogy vannak ezzel, de akkor ez minket nagyon megfogott. Sőt, hogyha most tovább megyek egy kicsit, ha visszaemlékszek rá, abban az időszakban, amikor mi úgymond bevonultunk és katonák voltunk, határőr tiszt jelöltek voltunk, ha hazajöttünk szabadságra, akkor az egyenruhát nyugodtan viselhettük.
Tehát az volt egyfajta, úgymond, hát nem tudom, megbecsültsége, ázsiója, tehát... Nem, egy kis büszkeség igen, is a viselőjének. Nem volt úgy, mert most, hogyha például Budapesten jársz, most is vannak katonák, most is vannak kadétok, Szentendrén is, vannak persze. Budapesten is. Egyenruhában nem látsz senkit a városban. Akkor a villamoson, a metrón, mindenhol, tehát akkor ez nem volt probléma. Amikor főiskolás lettél határőrszakon, akkor még futballoztál, kapus voltál. Igen. Hát ez onnan kezdődött, ugye, hogy már Hodászon, ugye, az ifjúsági csapatban ugye védtem, Máté Szalkán kézilabdáztam, és emellett Hodászon ugye az ifjúsági csapatban továbbra is kapuskodtam, és amikor bevonultam, Szegedre kellett bevonulnom, és ott az akkori század parancsnokom, az hát kivitt bennünket a tanárképző főiskolára, 3-4 olyan embert, aki hát látott már labdát, és akkor így kerültem mind a Szegedi Tanárképző Főiskolának a futballcsapata kapujába, és ott egy évet A tiszti főiskola, a katonai pálya, a nyelvezetedre nem volt különösebb hatása, mert most, hogy magyarul beszélünk, értem, amit mondsz nekem. Igen. De én korábban, ha a laktanyában jártam is, ott hallottam beszélgetéseket, ez egy különleges nyelv, egy különleges hangulat, ami a civil ember számára néha érthetetlen. Hát nyilvánvalóan így van, mert egyfajta... Az a nyelvhasználat. Tehát azt azért gondolom mindenki látja, vagy tudja, hogy az egy olyan közösség, egy zárt közösség. Tehát óhatatlan, hogy egy ilyen közösségbe kialakuljanak olyan szokások, akár nyelvi beszédstílusbeli szokások, vagy nyelvhasználatbeli szokások, amik úgymond időnként lehetnek zavaróak, vagy külső szemlélő számára úgymond érthetetlenek. De tábornokom, örömmel látom, örömmel hallom, hogy ismét magyarul beszélsz. Hát remélem, hogy érthető is, amit mondok. Fiatal tisztként, hadnagyként kikerültél egy vidékre, és nem, szóval hogy is mondom, hogy a Szabolcsból Somogyba, az ország túlsó végébe. Igen, hát Somogy ország. Nagyjából ez egy olyan 550 kilométer volt annak idején, ugye kaputól kapuig. Majdnem a leghosszabb távolság az ország keresztmetszetét tekintve. Most aki nem tudom, hogy aki úgy ismeri, vagy földrajzilag tájékozottabb, az el tudja képzelni, hogy mondjuk Zákánytelep, ott ugye a Dél-Somogy, a Zala-Somogy megyei határán ugye lévő kis település, és mondjuk Hodász között mekkora a távolság. Tehát én oda kerültem egészen pontosan Zákánytelepre, az ottani őrsre. Akkor úgy nevezték azt a munkakört beosztás, hogy politikai helyettes. Ma ugye néhányan... De ott már nem futballoztál. Ott már nem, mert ugye, tehát ez egy olyan... Tehát a határőr életmód, a hivatásos határőr életmód ezt nem tette lehetővé. De megmaradtál a lelkes rajongónak. Természetesen. Szurvoltál a futballcsapatnak. Minden ugye, településen abban az időben ott is volt futballcsapat. Következő állomás? Következő állomás egy kb. 20 kilométerre ettől a községtől, egy másik somogyi község, Somogyudvarhely, ott már mint őrsparancsnok, ott meg még kevésbé lett volna lehetőségem, mert ugye teljesen, ugye a munkakör teljesen mást kívánt már meg akkor az embertől. Tehát... Hogy kerültél határőrként Nyírbátorba? Mert ez teljesen logikus egyébként, hogy visszajönni, hazajönni, mert ugye itt születtél, a szomszéd településen laktál később. Teljesen logikus, hogy valaki azt mondja, hogy akkor menjünk haza Szabolcsba. Hát ennek nagyon egyszerű a története, tehát egy idő után az emberben azért fölmerül a kérdés, hogy most akkor szakmailag tovább akarok-e lépni, vagy megelégszek azzal, ami van. Hát én az előbbit választottam, és úgy döntöttem, hogy tovább fogok lépni a szakmámban, és jelentkeztem a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára, ahova fel is vettek 1983-ba, és 86-ba, amikor elvégeztem, akkor
tekintve, hogy be ez kell... Ez már egyetemi rangot kapott. Igen, egyetemi rangot kapott ez a tanintézmény. Hát ugye ennek a jogutódja volt a Nemzeti Közszolgálat, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ami most ugye ilyen néven funkcionál. Tehát a lényeg ugye az, hogy ott, ahol éltünk ebben a községben, ahol nagyon szerettünk élni, ott nem maradhattunk ezek után már, hogy úgy nevezik ma ezt, amikor valakit ugye mondjuk munkahelyen interjúvolnak, hogy túlképzett, tehát ott már abban a munkakörben én már túlképzettnek számítottam, és be kellett volna költöznöm Nagykanizsára, amit hát én nem nagyon szerettem volna, sőt egyáltalán nem szerettem volna, és akkor határoztuk el feleségemmel, hogy eljövünk Nyírbátorba, tekintve, hogy ő is ugye szabolcsi, panyolai pontosabban a híres, ugye pálinkájáról híres, ugye, de községbe való. És akkor így jöttünk ide 1986. szeptemberében. A futballal, a nyírbátori futballal nagyon hamar kapcsolatba kerültél. Méghozzá igen szoros, igen szerves kapcsolatba. Hát most az nyilvánvaló a futball az valahogy... az ember életében, legalábbis az enyémben olyan, mint a kerékpározás. Tehát azt nem lehet úgymond elfelejteni. És időről időre, amikor az ember... Ahogy egyszer ezzel beoltanak. Igen, az ember időről időre, amikor ugye közelségébe kerül, akkor óhatatlanul is ugye elkapja a vágy, hogy közelebb kerüljön hozzá. És ez tulajdonképpen így történt, hogy ugye volt itt ugye Nyírbátorban egy futballcsapat abban az időben, a BSC, akkor még ugye BSC volt, és az elnökségében helyet foglalt az én egykori főnököm, ugye Seres József, aki ugye jelenleg ugye Debrecenben él, és egyik alkalommal megkért engem, hogy vegyem át az ő helyét az elnökségben, mert ugye ő akkor lett egy kerületparancsnok, és akkor nyilvánvalóan hát neki az elfoglaltsága onnantól kezdve egy kicsit más volt, mint helyettesnek több volt, és ő rám gondolt, és ezért hálás vagyok neki most is. És az akkori úgymond közgyűlés ezt akceptálta, ezt a kérdést, és beválasztottak az elnökségbe. Azért azt mondjuk el a nézőkedvéért is, hogy a bevonuló közt általában akadt, nem általában, szinte mindig volt olyan játékos, aki a civil csapat használva volt. Természetesen. Tehát ebből, te ezeket koordináltad. Ebből is adódott ez az egész helyzet, hogy ugye... azért is foglalt mindig valaki helyet az elnökségbe, mert nem csak az, hogy koordinálta, sőt már a bevonulást is azért időnként úgy hogy mondjam, irányított, tehát hatás, így van, tehát egyfajta ráhatást kellett gyakorolni, mert azért hát kinéztek egy-egy játékost valahol, aki még nem volt katona, akkor hát hozzuk ide, mert hasznára lehet a csapat. Vagy akár helyi civil játékos ide vonuljon be, és kiállhasson tovább sportolni. Hát több ilyen játékos is volt, helyi is, aki itt volt. Nem beszélve arról, hogy a laktanyán belül is meg kellett teremteni azt a hátteret. Így van. Az ő számukra, hogy nyugodtan sportolni. Szolgálati elfoglaltságnak a olyan módon történő irányítása, ha úgy tetszik, hogy az a kettő összeegyeztethető legyen. Igen. Ma mesélj a futball élményeidről, mert hiszen bekapcsolódtál elnökségi tagként, később aztán te mindenes lettél a futballcsapatnál. Hát igen. Nem csak elnökségi tag. Ez egy olyan, tehát egy két részre osztanám ezt az egész történetet. Volt az a része a történetnek, amiről most beszéltünk. Egészen addig, amíg 2008. április végén ugye leszerelt az utolsó sorkatona, tehát akkor megszűnt úgymond a sorállománynak a létezése a határőrségnél. És te úgy gondoltad, hogy a te szereped ezzel befejeződött? Pontosan így is volt, tehát én ekkor beszüntettem, úgymond lemondtam az elnökségi tagságomról, és egy darabig ugye ez így is volt,
természetesen, mint ugye foci rajongó, továbbra is minden meccsen ott voltam, tehát hát az, mint az előbb mondottam, ez olyan, mint a kerékpározás, nem úgy van, hogy ma leteszem, aztán utána sem, az, azért ott voltam mindig. És akkor volt egy másik pillanat, amikor Paracsi Balázs vette át a már akkor nyírbárhori futballklubnak az elnöki posztját, és akkor engem Balázs fölkért arra, hogy vegyek részt a csapatnak a munkájában. Igen. És én ennek örömmel tettem eleget, vállaltam, és úgymond technikai vezető. De annyira belemerültél ebbe a munkakörbe, ha úgy tetszik, hogy szurkoló voltál, technikai vezető. Igen. Rendezők és hát, főrendezők. Ez egy érdekes szituáció, mert ugye mint technikai vezetőnek többek közt a feladatom volt az, hogy ugye a csapat körüli ugye teendőket, az utazástól kezdve, ugye az MLS-szel történő kapcsolattartást, a többi csapatokkal történő kapcsolattartást, ugye, tehát rengeteg szerteágazó volt ez a dolog, és ugye hogy említetted, ugye, hogy aztán a végén már még főrendező is lettem, ugye hát ez úgy történt egészen. Egy személyben, igen, ez úgy történt, hogy egyszer Balázs mondta nekem, hogy vegyem már át, mert neki valami dolga van, és ugye hát legyen már valaki főrendező, és én akkor fölvettem ezt a úgynevezett főrendezői mellényt, és ez hozzám nőtt. Nem lett ettől nagyobb a mellényem, de lényeg az, hogy ez rajtam maradt ez a mellény, és akkor így onnantól kezdve már főrendező is voltam. Tehát valahogy, ahogy mondottad, valóban ilyen lótifuti szerepkört játszottam ebben Tegyük hozzá, hogy nem csak ezeket a szerepköröket töltötted be, de válságkezelő is lettél akkor, amikor a futballklub végveszélybe került. Hát igen, mert ugye nagyon szép korszaka volt ez, én úgy gondolom, a nyírbátori labdarúgásnak. A megyei első osztálytól. Így van, följutni ebbe a három csoportos MB3-ba, amiben ugye... Először az MB2-be, vagy MB3-ba, MB2-be. És vissza majd a három csoportos MB3. Először volt, ugye az MB2 az egy korábbi tév. 6 csoportos MB3 volt, utána 3 csoportos lett, és igen. Ez volt az a korszak, amit én hogy mondjam, tehát rendkívüli eredményként ugye minősítek, mert azért itt nagyon komoly csapatokkal ugye mérkőztünk meg, Szegedtől kezdve az MTK vagy a Fradi 2-ig, vagy Dunakeszi. Tehát, hogyha ezekre visszagondolunk, azért... Csepel, Palotás, így van, tehát nagyon komoly ellenfelek voltak, nagyon sok olyan embert ismertem meg ez idő alatt, akik korábban a magyar labdarúgás tekintetében is ugye meghatározó szerepet játszottak. Mi meg Polyák Lacival jártunk a csapattal, utaztunk az országba, ugye is élveztük a jó mérkőzéseket. Tehát, és ugye aztán az ismert körülmények, amikor ugye végül is hát ennek a korszaknak vége kellett, hogy ugye érjen egyszer. Ugye volt durván egy fél év, amikor említetted is, hogy ilyen válságkezelői, válságmenedzseri, hát funkciót is be kellett tölteni. Nehéz időszak volt. De nagyon nehéz időszak volt, de én arra büszke vagyok, és büszke vagyok azokra a játékosokra is, akik akkor ebben a csapatban voltak, hogy végigcsinálták, holott már ugye úgymond az utolsó évnek a felénél, tehát ott már elfogyott minden, kiment a talaj a csapat lába alól, de ettől függetlenül azok a sport... Meg a nyírbátori futball lába alól is. Azok a sportemberek, akik akkor a csapatot alkották, végigcsináltak tisztességgel, becsülettel ezt a dolgot. És ugye hát 4 évvel ezelőtt ugye vége lett ennek a korszaknak.
de továbbra is megmaradt a vezérszurkolónak, mert hiszen a szurkolást nem lehet abba hagyni, nem lehet befejezni. Azért azt ismerd el, hogy sokat tanultál a pálya szélén és a futballtudományokból. Hát, tehát azt elmondhatom, hogy miután ugye az MB3-as csapat úgymond megszűnt létezni, és ugye egy új szervezet állt fel, egy új egyesület alakult, ugye az alapokról vagy lentről kezdték az egész tevékenységet. Én akkor is ott voltam, már mint szurkolóként. És úgy érzed, hogy sokat tanultál a futballból? Természetesen, hogy ne. Tehát hát nem, azt... De hát el akartam kiukadni, nem véletlen, mellettem ültél. Tehát így van. Tehát, hogy ne tanultam volna sokat. Tehát mindig... Köszönöm tehát, szépen. Tehát, amikor az, tehát ami a legfontosabb ebben, megtanultam. Ha az ember elesik, ne maradjon a földön. Próbáljon felállni, sikerülni fog. Sikerülni fog. Ja, és ez a közösség, a futball szerető közösség ezt megtette, és a csapat fölállt, a csapat működik, a csapat évről évre egyre jobb eredmények ért el, és most itt vagyunk megint. Mi pedig szurkolunk, tiszta szívvel. Én meg szurkolóként most nem ott melletted azon a kis, annál a kis ugye, asztalnál ülök, hanem most a lelátón ülök. De továbbra is számíthatsz szakmai tanácsaimra. Természetesen. A családról még gyorsan néhány szót, mert hiszen a beszélgetésünknek a végéhez értünk, de ne hagyjuk szólni, hogy neked egy szép családi életed is van. Feleségedet már említetted, Panyolai, két lányt neveltetek. Ez így igaz, tehát a feleségem Panyolai, itt Nyírbátorban 86 óta dolgozott. Hogy kerültél te Panyolára lányt, mennyasszonyt vagy feleséget keresni? Ez nagyon egyszerű volt, kérlek szépen, mint említettem, bevonultam Szegedre katonának, határőr. Hallgatónak bevonultam Szegedre. Nem mindenhogy katona vagy határőr. Határőr, így van, így van. Mert én is meg szoktam jegyezni ezt, de úgy látszik, hogy hallottad már tőlem. Na, lényeg az, én is voltam határőr. A feleségem pedig Szegeden tanult a védőnőképző főiskolán, vagy a védőnőképzőiskolán. A sors úgy egyébként kiszámíthatatlanok. Máté Szalkán tanult, ugyanakkor, amikor ő a gimnáziumban, én pedig ugye a mezőgazdasági szakközépiskolában, ott nem ismertük egymást, Szegeden ismerkedtünk meg egy farsangi bálon. Ennyi a történet, és innentől kezdve ez volt 974. február, nem tudom pontosan már a dátumot, február vége tájékán, és onnantól kezdve együtt vagyunk. Igen, ahogy elnézelek benneteket, mert azért ismerem a családodat is, ahogy elnézelek benneteket, hűséges típus vagy. Hűséges vagy a családhoz, a feleségedhez. Még mindig az első feleségeddel élsz. Mindig, igen. Volt mennyasszony. Volt mennyasszony, igen. Így igaz. És hűséges vagy a futballhoz, de hűséges vagy a városhoz is. Nyírbátorról mondjál néhány szót. Minden vendégemtől megkérdezem, igen, különben, hogy mi a véleménye, hogy érzi magát ebben a közösségben, ebben a városban. Azt hiszem, hogy nem nagy képviség szól belőlem, amikor azt mondom, hogy nagyon sok helyen megfordultam ebbe az országba. Tehát munkámnál fogva is, a sportnál fogva is, meg egyébként is, ugye magánemberként is. És én azt látom, hogy ez a város, a mi városunk, a hasonló, hát kaliberű városok között országos szinten megállja úgy a helyét, hogy ott az él környékén van. Nagyon sok szép ilyen kis városba jártam, de én mondhatom büszkén, hogy Nyírbátor ezek között, a városok között is az egyik legszebb város. Az, ha nem a legszebb? Ha nem a legszebb, de ezt nem csak én mondom. Így tehát bizony. azok a barátaim, azok az ismerőseim, akik rendszeresen vagy időközönként megfordulnak itt, amikor meglátnak, mondjuk jönnek Debrecen felől, meglátják a körforgalmat, bejönnek a városba, meglátják a másik körforgalmat, meglátják, hogy a főtéren milyen rend, milyen tisztaság van, milyen szép, virágos minden, tehát elismerésen szólnak a városról.
És én soha nem mulasztom el, hogyha egy nyugdíjas egyesületet fogadunk, mert ugye erről nem esett szó, de ugye egy egyesületnek ugye vagyok itt a vezetője, és azért több más nyugdíjas egyesülettel van kapcsolatunk, és oda-vissza ugye szoktunk egymás rendelni. És én mindig megmutatom nekik, ha más nem, akkor a város történeti sétányt azt végigjárjuk, a két templomot, ugye a minorita templomot és ugye a református templomot, újabban kiegészülve az ebédlő palotával, és az elragadtatással beszélnek mindig róla. Legyen ez a végszó. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. További szép életet. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.